A Komáromi Egresi Béni Városi Művelődési Központ közvetlen környezete újul meg tavaszra. A munkálatok már kora ősztől zajlanak. Új kültéri ülő alkalmatosságokat, padokat és kerékpártárolót alakítanak ki, a térkövek cseréjére is sor kerül, és a művelődési ház körüli park is rendezettebb formát kap. Egy nyüzsgő kulturális gócspont lehet ez a jövőben. Legalábbis mi ezt a hangulatot szeretnénk a beruházással megalapozni, mondja a polgármester. Csak azt szeretnénk, hogy ezen a téren egy olyan hely alakuljon ki, ahol akár egy előadás után, egy előadás előtt is szívesen megállnak az emberek, akár padon beszélgethetnek, meg tudják beszélgetni az élményeiket, és egy olyan hely lesz, ami, ami egy kulturális uh, kis uh, fészek lesz, ahol szívesen megállnak az emberek. A város koncepciójában az szerepel, hogy lényegében a Klapka-tértől az Erőd bejáratáig minden megújul, tehát várható az, hogy a VMK előtti téren túl az Erődhöz uh, lévő bekötő út is a tavasz folyamán föl lesz újítva. Erre már van egy elfogadott tétel, így lényegében a belvárosból érkező turisták vagy lakosok ezen a szakaszon egy más minőségben tudnak sétálni, a Komáromi Egresibéni Városi Művelődési Központ közvetlen környezetének revitalizációjára 107 eurót költ az önkormányzat.